Szia! Csá mindenkinek, hello, podcast 62. az adás. Jó napot kívánok mindenkinek, hallotok, írjatok egy nokedlit a chatben. Sziasztok, csá! Mert nem tudom, szól a zene? A zene szól? Reméljük, hogy igen. És hát üdvözlök mindenkit. Sziasztok, csá! Nyomjátok a lájkot, meg minden, meg rózsa, tap-tap, duplázó jön, babáim, csecsebecsék, Bence, kösz a szubot, csá mindenkinek! Na, hello, hello, és van hang. De nem szól a zene akkor. Nincs zene. Na mindegy. Itt van velünk a mai adásban a nyírgásai pornósztár, Szobix. Sziasztok, sziasztok. És az egri bikavér pusztító, a talpas poharas, az igazi garbós férfi állat, a munkahőse. Hát ez nagyon magas labda. Dupli. Ciao. Szevasztok, hello mindenkinek, csá. Szevasztok, szevasztok. Ezek ilyen költségcsökkentett podcastok, érted? Tehát, hogy kérdezik, Anti, hol van, ilyenek, gyerekek. Ilyen világot élünk, ilyen világot élünk. Hello mindenkinek, csá. Elvileg péniszherceg, itt van, igen, péniszherceg vagyok, jó napot. És akkor nézzük meg, hogy lámpa van-e már. Van? Van. Hello. Ó, de nagyon jó. Szevasztok. Itt van a Családapa podcast, ahol közösen beszéljük meg az apa-fiú kapcsolat rejtelmeit, és problémákat oldunk meg együtt. Talpas Dupli és pornoszínész Szobikszal. Na, ami most itt témázgatunk itt egy kicsit az elején, illetve ha van kérdés, akkor, mert a témákkal készült itt valaki, nem? Ki? Te ezt benézted. Ezt meg kell keresni. Ezt benézted. Kodi. Kodi biztos készült. Igen, gondoltam, hogy senki nem készült, én se. De azért itt vagyunk. Ne viccelek, amúgy van egy-két dolog, amiről kéne beszélni, én nem is annyira vidámak, de közben azért lesz egy kis vidámkodás is. Van. Szevasztok. Hello. A gyerekmunka adómentes, így van. Még ők fizetnek. Szevasztok, szevasztok. Csá mindenkinek. Na, hát srácok, kérdeztétek Jokert, hogy miért nincs meg ilyenek, kirúgtuk a faszba. Sajnos ez van, nem. Táppénzem van, mondjuk azt, hogy egészségügyi dolgokat intéz, jobbulást kívánunk neki, és kérdezik, hogy szoktunk-e kardozni. Igen. A faszunk? Szoktunk. Minden nap úgy kelünk, hogy... De akkor anyukádat is, ne? De hogy nem. Na. Fejezd be. Szevasztok, szevasztok. Na, egy pár szót azért mondanék. Nem tudom, hogy... Ez egy kicsit cink, meg kellemetlen téma, de tudjátok, van a bár, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy be fog zárni. Úgyhogy, ha valaki akar befektetni, az e-mail címem. Úgyhogy igen. Tehát ez egy nehéz bicikli, nem tudom, akarunk erről beszélni. Nagy dolgokat nem kell elárulni. Nagyjából úgy néz ki, hogy lehet, hogy kapufa. És ez eléggé hamar el fog következni, sajnos. Na, ez az egyik. De a ledeket a bárból azért megkapjuk. Nem. Nem. Írja valaki, hogy vibrál a fény. Srácok, én örülök a vibrálásnak. Tudjátok, miért vibrál a szexuális kisugárzásom? Az egyszer még a kamerának sem tud megfelel működni. Szétbasz minden optikát. Ilyenek vibrál. Most mit csináljuk, bazd meg? Nyomjuk ott van az a kurva távirányító. Oh, a fényé. Ne állj fő, mert látszani fogsz. Ott ez? Van. Kapcsold már le. Az nézzük a Végbondi vadbaró. Amúgy igen. Na mindegy. Hát te adtad oda. Úgyhogy ez van. Valószínűleg a bár az el fog hasalni. Még várunk vele, de egyelőre ez a rajz. Sajnos. Úgyhogy ez van. Nabosárverés lesz? Nem, azért odáig nem süllyedünk. Nem lesz nabosárverés, hanem semmilyen árverés. Úgyhogy. Bedöntsük a céget. Téged foglak bedönteni mindjárt. Én nem dob le, mobil Fox member. Janka, kösz a 300-at. Új az objektív, van egy csomó fény. De kínai. Nem kínai. Miért nem? És
így sem működik rendesen, de dolgozunk mindig valamint. Tudod, itt baszatolunk. És egyszer csak jó lesz, úgyhogy ne legyen ez olyan nagy probléma nektek. Igen. Valószínűleg autofókuszom van, vagy autón van az izó, vagy valami. De hát engem egyáltalán nem zabar. Sziasztok! Na, úgyhogy valószínűleg ez a helyzet, tehát Joker azért nincs meg egészségügyi felvizében, a bár meghasal, de amúgy minden karaj. Figyeljetek, a múltkor engem ez nagyon... Nem vagyunk melegek. De, az vagy öcsi. Na mindegy. Na, öcsi, igen. Várjál meg egy kicsit, nyugodjatok mele. Szóval a múltkor megjelöltek egy csomó poszt alatt, és annyira félelmetes, mert mesztelen képek helyett. Ja. Brooke, szépen, és Dorian, neked is. Nagyon nagy kirevés, köszönöm. Szóval meg tudják azt csinálni, hogy eléneklek egy dalt, de úgy, hogy nyilván nem én éneklem, viszont az én hangommal, nem tudom, ezt láttátok a TikTokon? Nem. Régebben egy haverom mutatta, hogy AI segítségével bármilyen hangot, és a Kanye West ott énekelte az izén valamilyen Gypsy songot. Most le fogok játszani valamit, de az a durva, hogy már a fejedet is kicserélik. Tehát ha holnap csinálnak rólam egy videót valahol, hogy egy szarvast baszok az árokparton, akkor és a közben... Gáspár Laci is lehet, hogy nem is igaz. Ahogy igen? Mondjuk ott nem látszódott semmi. Hát de... Csak a pisztoly. Levi, kösz szépen. Szóval figyeljetek, most megkeresem azt az utcot. Micsoda bulvár. Szóval nagyon bulvárban vagyunk. Várjátok egy picit. Mindjárt megkeresem ezt a témát. Több ilyen zene készült. Ezt nem is hallottam még. A csók király. A sarkét márka esnek a betét. Hát azért vannak benne még hibák. Annyi lehet hallani, hogy ez nem érte, hogy ez nem. Lehet, azért meg lehet különböztetni. De biztos, hogy elhinném, hogy ezt éljenek elnék. Ha most fölmennék, ezt csináltam amúgy. Fölmentem. Ricsi, kösz szépen! És a feleségemnek mondtam, hogy nézze, amit énekeltem. Na mindjárt megmutatom, melyik az. És elhitte. Még mindig kintestvén napok kicsinálnak. Apám fél, hogy elvisztek, úgy a jó pap, vigyázzak. Sztok itt a popkomon az üzletem, mit áznak. Ahol meg senki segítségét baszom, ilyet kiáltsa. Bajlom néha szvícit, basztak a pánik rohamok. Igen, marokkóból meg egy csomagot hozató. Ezt te csináltad? Nem! Romlulja a lakásban, meg lett mitelek az a jó. Session a testvére, nemrég engedték ki a... Figyelj, hogy nyomom. El tud képzelni, öcsi? Ahogy nyomom. Nemrég engedték ki a... Megválaszoló spici, de majd megint vár egy bevő, szóval leváras meg négyszik. Mi a fasz? De durva, nem? Hát ugyanaz a hangom, bazzeg. Hogyan? Hello mindenkinek, amúgy csel mindenkinek. Hello, figyelj, meg akarom keresni, mert ez nagyon jó. William, kösz szépen! Kösz szépen a 20CHF-et, köszi szépen. Na megkeresem el. Faszom, hol van? Nem mutatja, hogy min jelöltek meg, ezért nem találom. Ez nem az? Mindjárt megveszünk. Ez már eddig. Tudtátok, hogy ekkora énekes vagyok? Aha. Igen. Nézzem most, hogy a hajítás. Évekig gyakoroltam. Ezt évekig. Mi volt ez egy vibrátor? Ezt nem is értem. Mi a? Megvárjuk a refrént. Táncoljatok addig. Na jó, jó. Figyeld. Köszönöm, magas. Na, de ez milyen durva, nem? Érted, bazeg, leülsz az AI elé, csinálsz egy hangfájlt, hogy felhívom az osztályfőnöködet, hogy jó napot kívánok, most izé nem tudsz bemenni iskolába. Nyilván ez egy vicces felhasználási módja, de azért ennek vannak elég para felhasználási módja, nem? És nem akarok ötleteket adni, de ez brutál. Mondja már egyet, nem tudom, mi lehet. Nem, most nem akarok ötleteket adni, de... Nekünk vagy az embernek? Felhív az Elon Musk. Bármit, bárkivel bármit megtehetsz körülbelül. Elon Musk-kal beszélek akkor. De nem az, hanem most aki, mit tudom én, hírhettebb vagy híresebb, érted, bármit el tudsz vele mondatni. Nem? Ez elég para. Úgyhogy
Reméljük, hogy csak az énekig fog jutni ez, de egyébként nagyon durva. Meg pont a múltkor néztem egy videót arról, hogy itt ülök én mondjuk, igen, és egy ugyanilyen valami mesterséges valami szoftverrel meg tudják azt csinálni, hogy kicserik a fejemet, de ebbe a fényelésbe ugyanúgy bárki ér, érted? Érted, nem? Még ebbe a fényelésbe nem tudom ki akar, de igen. Dugulj már. Gergő, kösz a tízest, nagyon szépen kösz szépen. Úgyhogy ezek vannak, ilyen dolgokban voltam a hétvégén, és nagyon jó volt ez a nagy helyzet. Úgyhogy ha van kérdésetek, srácok, vagy dumáljunk valamiről, mert nincs téma, én itt 10 perc alatt elfüstöltem az összes témát. Ennyi volt? Igen. Neked kellett volna szedni valamit. Oh. Tényleg. Nekem. Hát igen. Meg neked is. Hát így... Így nem lesz fagyi pénz, gyerek. Milyen pénz? Fagyi. Ja. Nem lesz fagyi pénz. Milyen program, vagy melyik oldal? Nem tudom, én nekem csak megjelöltek rajta. Úgyhogy... Saját magaddal is meg tudod csinálni bárkiben, igen. Csak be kell tanítani a szoftvert. Azt nem tudom, hogy ez hogy működik. Van egy oldal, ahol ide ezt meg tudod csinálni, vagy mi? Elnézést. Hello. Szevasztok, szevasztok. Csá mindenkinek, hello. Diszkó van nálunk, igen. Azért villog, mert valószínűleg a fókusz. De majd megbeállítjuk egyszer, biztos jó lesz. Kösz, hogy a stoppoláskor felvettél minket, mi vagyunk az, akik mentünk a kampuszra, nagyon király volt a Zsangó Mangó, és meg az autót, köszönjük szépen. Nincs mit, testvérem. De ez hol volt? Nem tudom, hol vettelek föl. Pénzért? Úristen, minden, a mai világban minden a pénzre össze, undorító. Amúgy ez jutott eszembe nekem is. Nyilván nem. De volt ez a nosikás sztori. Igen. Ez elég régi, nem? De amúgy rátok nem ért? Ne. Bréko, bréko, dupli. Bréko. Küldesz egy cicanacis képet? Na mindegy, szóval ezt bárkivel meg tudják csinálni. Most nyilván ott nem erről van szó, mert nem. Úgyhogy, ja. Hát azért ezekkel elég durvákat lehetne zsarolni. Én kaptam egy csomó e-mailt már egyébként. Hogy? Hogy hozzáfértek a számítógépemhez, és ha nem szeretnék, akkor erre a számra. És? Hát szerinted? Utalsz vagy csicska vagy? Minek utalnék, te hülye vagy? Hát mit ki? Nincs mit rejtegetnem, azért mit szednek le a számítógépemről? Az izét? A cségót? Vagy mi a faszom? Hol van? Pávlónak elásva a pénze. Így ülök a monitor előtt. És így. Tudom, William kösz, Krisó kösz a szobot. Dobják a flashet, az a izé, pali meg a sötét szobában. A maximum ezt tudják. Hello. A Duplinak van már munkája? Ez tényleg kérdés volt? Vagy? Igen. Ez egy igazi? Hát a Dup, figyelj, most... Nincsen, adjatok már. Mindig a munka. Mindig. Figyelj, a Duplinak kell egy horrorfilmet legyártani, akkor én tudom, miről szól. Reggel kell és bevenni így van. Be kell menni, felvételizni, önéletrajz, minden. Ne arra gondjatok, hogy ugrál a fény, srácok, ez van, leszarom, most ez ilyen. Úgyhogy. Levi, köszépen. Köszépen mindenkinek, hello. Dupli jövőre fog érettségizni? Igen. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Biztos. Érettségizni. Kell. Siha, köszépen. Nyújták, köszépen. Nagyon-nagyon sok vagytok, köszönöm. Én nagyon jól esett, hogy ilyen pozitívan fogadtátok a szereplésüket. Ez egy kicsit ilyen kényszerhelyzet szülte, én nagyon élvezem, ők nem annyira talán, vagy igen? Tényleg mi volt? Jó. Mi volt a múltkor? Visszanéztétek? Akkor is nagyon fáradt voltam. Érted? Hát jó volt, én szeretem. De mi a faszom, mi vagy te? Teszkós biztonságra, hogy éjszakázó? Vagy mi az, hogy fáradt vagy? Nem, a Minecraft szerver. Azért éjszakázó. Jó. Szóval visszanéztétek? Igen. Én montást láttam. Ja, én montást? Is. És? Az jó volt. Kommenteket sem néztétek? Nem. Jó, hát úgyis azonnal kibaszok mindenkit, aki egy kis negatívot is ír. Sajnos ez egy ilyen buli, itt nem lehet elviselni a negatív. Csak a pozitivitás, Krisz Edvás. Igen. Igen, igen. Utazunk a Békesigetére. Mikor lesz 120 órás élőadás? Egy húzamba. Néha van egy kis szünet. Kimulattátok magatokat? Nem, még fejezd be. Fejezd be.
Sobix. Mert? Mert fejezd be. Mert ütök. Nem vagyok Chris Advice rajongó. De én az vagyok. Én is amúgy. Én ülök a béka szigetén. Én amúgy kajakasz vagyok. Örülök neki. A múltkor kérdeztem, hogy kit néztek, azt mondtátok senkit. Hát de én... érted, papítótól már nincs mit nézni, mert látom. De mindegy, ezt engedjük is ezt a tévát mielőtt okay. Tovább. Beszéljünk másról. Szóval néztétek a kommenteket? Nem. Nagyon jó. Nézted? Igen. Miket írtok? Semmit milyen? Amúgy. Nem, egyetlen egy gyereket basztam ki. Mit írt? Nem mit írt. Na. Az a baj, hogy itt a... Jász, hittem kakaó volt. Nem, amikor ilyen tartalom van, akkor nagyon zéró toleranciában vagyok. Lehet, hogy ez rossz, de leszarom. Leszarom. Úgyhogy valaki csak annyit írt, hogy ez gyenge volt. Ennyi? Kibanoltam minden onnan a faszomba. Jó, amúgy leszarom, de hogyha ti szerepeltek, akkor az nehéz, akkor más. Harcművészetet tanulnak a fiaim. Igen. Figyelj, azt van. Tudják, hogy a creepert hogy kell kidodzsolni. Azt nagyon. In Roger. Siha, kösz szépen. Mi lesz a bárral? Hát nem tudom, srácok, valószínűleg elhasal. Ez az igazság. Úgyhogy ez van. Befektetőket keresünk a cseten. Igen. Biztos. Úgyhogy a... Pótvizsga mikor lesz? Nem, hát ez jó, nagyon jó tanulók. Nem lesz pótvizsga. Nem. Úgyhogy ez van. Na jó, srácok, ha van kérdésetek, mivel itt senki, mindenki nem foglalkozott ezzel a podcast kérdéssel, pedig ki volt adva itt a parancs, de leszarták. Zoli, kösz a 4 rongyot, nagyon szépen kösz. Voltak-e már backroomsban? Nem hiszem, de a szobájuk az hasonlít rá. Az tényleg, olyan szag is van ott. Fejezd már be. Basz meg. Döksz. Én vagyok a Zalán, a havarom meg a kukás mellénybe volt. Baszik, te vagy Zalán? Hát akkor egészségedre. Hát ne viccelj már. Aha. Egyik éjszaka elvittem őket. Kampuszra mentek. Ja. Azt kösz szépen, Trim, mi? Savanyúságok, kösz a donétet, savanyúság. Hello, porszívom, hogy a háttérben nem a hűtő, de ez ilyen. Úgyhogy ez van. Jogsit akarnak a srácok? Én nagyon szeretném, igen. Én is akarok. Igen? Igen, szeretnénk. De te már elkezdhetted volna. Álljatok le, oké, hagyjatok már békén. De hát már elkezdhetted volna. Hát igen. Nincs rá pénz. Nincs pénz. Ha összeszedted volna a témákat, itt érted, dolgoznál, akkor már... Érted. Nem. Biciklire lerakni, tudod rakni. Ezt állom. Fölülsz a kempingre. Tandem biciklit vegyünk már. Milyen autót szeretnétek? Ezt már beszéltük, hát nagyon el vannak szállva, mint minden gyerek. Nem, nekem Suzuki. Szakadt Suzuki is jó. Suzuki egyébként. Swift. Hátsó kerekes. Az például nagyon. Két csepp üzemanyagtól, azt megy. Elmegy Afrikáig. Hát. De jó is az. Tényleg jó. Amúgy. Azariát szeretik-e a srácok? Kit? Azariát. Nekem nincs vele bajom, szeretem a zenét. Azt ennyi. Nem ő a hibás. De egyébként hallgatod? Aha. De nem, nem. Igen? Na jó, de ez egy mém, oké? Ez még belefér. Ismerem, persze. Gondolom. Igen. Én akkor hallgatom a Bedobja Random a Spotify-ja, amúgy nem. Ne hazudjál már. Nem. Azaria szeretem. Tehát meg kijön egy új zenéjük, bazeg, állandóan beülünk az autóba, azt mutatod. Dehogy is. Hát dehogy nem. Hát 2 hete még így volt, gyorsan változnak, mindegy. Hát egy jó másfél hónapja. Egy hónap múlva öcsi meleg lesz. Simán benne van. Hogy az öcsi meleg lesz? Aha. Öcsi? Ki tudja, hogy már nem vagyok. Amúgy kicsit gyanús, hogy elkezdted rúzsozni magad. Nem igaz. Zekke szépen, milyen szakmában gondolkodnak? Erre nagyon sokat beszélgettem, mert próbálom őket terelgetni, tudod, de ez egy nagyon nehéz beszélgetés. Hogy van elképzelésük a jövőről, vagy az, hogy mit szeretnének csinálni? Hát én nekem tanulok szakmát, de azt kurva élet, hogy nem csinálom az életem végéig. Nem mond. Annál nagyobb faszopás nincs. Vagyis hát, hogy biztos, hogy van, de én nem akarom azt, tehát én is ennél. Figyelj, arra gondoltam, hogy kimegyünk ide a városközpontba, leterítek egy linoleumot, brék, és akkor tudsz helikopterezni, kirakunk egy kalapot, ezt megy. Hagyjál már! De mi ez egy...
Hát de már nem tudok helikopterezni. Mi? Csak a faszom. Nagyon jó. Elősz neki? Kicsit gyanús a haspóló hordása az iskolában. Semmi baj, figyelj. Simán, simán. Lazába. Jó, közben nézem itt a kommenteket, srácok. Ha van valami kérdés, akkor valószínűleg már jövő hét egyébként normális podcast lesz, de én nagyon élvezem ezt, hogy biztos lesz még ilyen, ahol együtt. Hát de mi jövő hét, nem mi jövünk? Na, ki jön akkor? Ki jön? Hozok még izéket. Figyeljetek. Ilyen micsodákat? Kodiszkot? Ki vagytok rúgva? Innen is? Nem, viccel. Viccelek. Nem, hát jöhettek akartok. Zoli, kösz szépen, nagyon szépen kösz. Bence, neked is kösz szépen. Kodival van mit beszélni. Mert? Hát csak úgy. Ja, értem. Költözés vicces pillanatok. Ja, aha. Megérkezett a házba. Elég. És lefejezte a lépcső alján. Én egy vizét fogok szerezni, bazeg, egy nyakörvet, ami ráz. Olyan témát nyomtok, akkor... Hát én akkor is végigmondanám. Akkor fekszetek. Na, küldje cserekbe őket. Igen, rögtön. Rögtön. Milyen szakmát tanulnak a többiek? Többiek? Aha. Hát, hogy nem te, hanem a többiek, az osztálytársaid. Hát ők ugyanaz, mint én. Igen, de beszélj róla egy kicsit, vagy nem akarsz? Hát ipari gépészet. Eszterga. Olyan, mint a lakatos, csak nem csak éket cigányozni? Remélem, nem volt nagy bukó az ember. Hát figyelj, még nem teljesen rajzolódott ki, de hát ezek ilyenek. Szóval, hogyha vállalkozásod van, akkor van benne kockázat. Erről tudunk beszélni, hogyha érdekel titeket, de nyilván... Csak a bukás részéről. Csak arról tudok. Figyelj, a bukásról kell beszélni, akkor a fekete öv már fönn van. Buktasd meg a cséget. Brutál egyébként, tényleg nagyon durva, pont ezen gondolkodtam, azok, hogy az itt az egy évhez képest ez a harmadik cég. Ami bedől? Hát nem bedől, valamilyen formában, vagy a humán miatt, vagy valami miatt, de füst. Ja. Hát de bár az nem egy olyan, érted, egy... Hogy is mondjam neked. Igen. De te tudod ezt. Elemző úr, hallgatom. Nem. Én hát nem. Vedd le a számológépet. Nem tudom, hogy tudják el a nézők. Nem, de ha mit? De ne, inkább nem mondjad nem akkor. Nem mondok semmit, de nem tudod, mire gondolok. Nem. Tátogja most. Tátog, de... Nulla. Így kereken. Azt nem kell mondani. Na, hát akkor... Van. Köszönöm. Így egy Django Van Gogh bátyja. Oké. Pénzezünk eleget, nem kell andan erről témázni. Hát ez az. Hol van? Úgyhogy sajnos ez egy ilyen történet, de még azért nem biztos, de nagyon, nagyon úgy néz ki, és ez elég hirtelen fog történni, szóval ez ilyen előkészítés ennek az egész történetnek. Úgyhogy ez van. Nem terveznek tetoválást. Isten meg. Semmilyen tetoválást nem terveznek. Se piercinget, se ilyesmiket. Úgyhogy ennyi. Se hajfestést. Az se. Következő nagy projekt. Van egy-két ötlet, de most nem igazán. Nem. Nincs most semmilyen projekt. Adás után kapnak nyaklevest. Tehát a múltkor azért kicsit... Ki voltunk? Mondtam, gyere csak ide a gardróbba. Csak a puffogás lenne hallani. Láncon voltak az útban 5 órán keresztül. Azt szoktad csinálni a Challenger magékot. És 50-nel megyünk. Szoktatok, tudtok lelkizni egymással. Mit lelkizni? Aha, mint hát három sokat lelkizünk. Két hát, szót nem lehet megszólalni egymás mellett, hogy ne boruljunk fel a nevetéstől. Nem, azért van olyan, amikor én látom rajtuk, hogy szükség van rá, akkor igen. Úgyhogy igen. Na. Nézzünk közben, hogy Zoli, kösz szépen, nagyon aranyos vagy. Zoli, kösz szépen. Mint csúszott el. Figyelj, hát most ezen nem tudom, hogy sok mindenen, tehát hogy mi teljesen új szemszögből figyelünk mindent, amikor kitaláljuk egy vállalkozást, hogy hogyan működik, vagy hogy megy. De nincs teljesen még lezárva ez a sztori. Annyi tényező van. Nagyon nehéz. Főleg a vendéglátás egyébként is egy ilyen téma, de tehát, hogy nem hiszem, hogy sokat kell magyarázni, látjuk azért, hogy mi a helyzet. De tényleg nem akarok ebből rovázni, meg itt erről beszélni. Ez csak egy ilyen információ,
Aki bele akar tenni 100 millió forintot, az írjon egy e-mailt. Szóval igen. Csivasz, kösz a 200-ost, kösz szépen. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. De ezt tudod akkor is, amikor elkezded, hogy azért van egy ilyen forgatókönyv is. Úgyhogy ennyi. Ez van. Na. Valaki, hogy ne hazudj. Rendben. Köszönöm szépen, hogy figyelmeztettél. Ők is csempeszobában nevelkedtek végig. Nagyon-nagyon sok vagytok, akik nagyon szépen köszönöm a donéteket, meg minden. Mi a szakmájuk? Hát more, az egyik iskolába járnak még. Milyen szakmájuk? Az egyik most tanulja, de hát... Szarul tanulja. Nem, nagyon ügyes. Nagyon ügyes vagyok. A jogsia is megvan már. Az is minden megvan. Most olvasom közben. Az autók a bármiatt lesznek. Nem. Már kicsit bánom egyébként, én kurva őszinte vagyok, és nagyon nyíltan beszélek, mert... Nem, miért mondtad el? Ez itt... az egészet, hogy lehet, hogy érted, összerok. Hát mert bazag, mert... Hát majd úgy is látják egy héten. Egy hét múlva posztolunk, hogy te meg Olivier, igen, Szobix hóna alatt hozza ki a tévét a bárból. Figyelj, ezt a kanapét még elvisszük. Ott van még egy fél üveg üdítő, azt hozzá. Mondom ki, lehetne cuccuk. Ja, hát azért, mit tudom én. Úgyhogy a pinapiram is. Igen, az nagyon jó. Neszté Csoki, kösz szépen, Jocó, neked is kösz szépen. Hello. Nincsen Zsozés kriptovaluta. Miért nincs? Jó kérdés. Azt kéne már kell a ráknak. Zsozés gumicukor legyen, és ilyen faszalakja legyen. Nagyon jó. Nagyon jó lenne. Savanyú lenne. Te neked be kéne adni a kreatív osztályra az önéletrajzot. Úgyhogy ez van. Animét szoktatok-e nézni? Nem. Elítéljük a vébeket. Szia. Nem ítélünk el senkit. Tényleg nem, de szeretjük az animéket. Ilyen, hát festi a haját, tudod, ilyen füleket rak meg. Aki múltkor néztél egy live-ot, na azok. Igen? Aha. De miért ítélkezel? Ki vagy te? Emberi lény és jobban ítélkezni. Egyet. Ervin, kösz szépen. Nem ítélünk el senkit. Csak hát nem értjük, de ezt akkor pont veled beszéltem. Az biztos nem így hangzott az a beszélgetés, valami gázkamrás dolog biztos benne volt, vagy ilyesmi. Helyezd már be, dehogy is. Volt, szeretet volt és béke. Gondolom, ez olyan beszélgetés. Ölelés és csók. Úgyhogy, ja. Akkor Oszpiri meg az anime, az más. Jó, akkor szerintem nem vagyunk tisztában ezzel. Tényleg? Nem tudjuk, miről beszéljünk. Rajzos valamik, rajz. Ezzel most fel fognak háborodni a népek. Rajzba. Az anime az egy mese, rajzfilm, és a hentai de felnőttek való. A hentai? Az egy harcművészet? Az egy harcművészet. Amikor kurgyálnak a rajzfilm figurák, nem? Aha. Na most ezt nagyon... De ezt meg külön tudtad. Oliver, kösz a 200-at. Ezt meg külön tudtad. Mert rajongó vagyok. Mindig így ülök a hálószában, és mondom, hogy Gófi, meg... Oni-chan, vagy mit szoktak mondani az ilyenekben? Csópápi! Benito, kösz szépen! Na. Biztos, hogy ide tartozó kérdés. Ez kit érdekel, hogy most én szerverről eljöttem, hát ebben mi... Hát lófasz semmi. Tényleg beszéljünk inkább arról, hogy a jövőben mikor lesz... Igen? Rász szerver. Na. Hát már van. Hát de ahol játszol. Igen, mert kivel baszva az összes magyar szerverről. Engem is kibaszol. Hát az enyémen tudtok játszani, csak nincs kifizetve. Ja, hogy? És ezért lebaszták. Amúgy tényleg jó lenne, mert... Jó, de van toxik vagy. Én? Szobix. Én oda mennék rá. Borzasztó toxik vagy. Csodálkozol? Fölépsz az izi szerverre, és elkezd kihalni a fű körülötted, ahogy sétálsz. Én veletek lennék, papi. Az a vicces, hogy az egész csapat ilyen. Szobixot meg kitaposnám kakóval együtt, mindenkit megölnék. Biztos lesz majd, akkor meg lehet mutatni. Na, én harcba kész. Menjünk oda követke. Leadolom az izéket, az végetek. De múltkor is úgy volt, előttük törletek az első egy órába. Soha nem addolunk. Szobix. Soha. A feljáték élményét. Soha. Ez a kakaós klip ilyenkor jönne, hogy beszéltem a Joker-e kakaó, meg megjelent mögött.
Semmilyen addulás nincs, ne hazudja. Nem tudtam felmenni a szervére. Azért, mert nincs kifizetve, srácok. Akkor szoktam, amikor... Mikor megy a stream. Fejezd be ezzel, nem le... Kérje bocsánatot. Voltatok, hogy arra, idén nem megyünk. Tavaly voltunk. Ez tavaly volt? Igen. Görögországban voltunk. Te voltál Görögországban. Na most... Egyedül? Hát a Csibuékkal, meg a... De Olaszországban voltunk akkor? Nem. Nem, Horvátba. Ja, Horvátba. Jó megy a faszotoknak. Jó megy. Késői órákba. Maxi Singer. Ajnal járom. Hasonlítanak rám a fiaim? Az egyik igen, a másik félig. És ki félig? Én. Miért félig? Mert meleg vagy? Aha. Azért, mert más a szemed színe. Inkább a külsőre vizé. Inkább anyára hajazok, mint te rád fater, nem? Hát nem. Nem? Meg mentalitásban is egy kicsit. Abba biztos. Abba biztos. Hát nem mindig mondták. Na mindegy is. Szerintem nem. Most, hogy így nézem, szerintem láttam egy csávót egyszerre. Praktikerben így nézett ki. Ja, azt hittem az adójáróba, azt ordítozta, hogy... Lehet, hogy ő volt a hibás. Jó, hát figyelj, az annyi, hogy, tehát, hogy nem tudom, külső emberek szokták mondani, én nem tudom megítélni, hogy kikire hasonlít, mivel... Érted? Együtt élünk. Igen, de rád azt mondják, hogy te ekte hasonlítasz rám. Hát az élet ilyen. Egyedül a szemed színe, nem? Azt se tudom, hogy... Úgyhogy ez van. Milyen színű? Ezt... Srácok, az anyukájára nem is tudunk, nem is akarunk beszélni senkinek, meg hogy kinek, milyen, meg ilyenek. Ez nem is fontos. Egyáltalán nem. Úgyhogy... Igen, mert adoptáltak vagyunk, és egy meleg párék voltak. Nem? Izében, kartondobozba találtam őket. Na... A tűzoltóság előtt. Mennyire szoktatok elmenni bulizni? Bulizni? Hagyjál már, ember! Örülünk, ha kerítésen kimegyünk. De amúgy azt tudtad, hogy normális dolog? Hát igen, de nem az én stílusom. Én egyedül jobban iszom, mint másokkal. Megy a Minecraft szerver. De egyedül jobban iszom mit? Kubut? Azt, kubut. Talpas pohár. De néha ezért el lehet nincs menni bulizni. Hát elmélek én beled. Én mondtam neked, bazd, hogy menjünk a diszkóba. Jó, de hogyha még elmegyünk, mint fasz a lakodalomba, sötétbe. Figyelj, elmegyek veled a diszkóba, azt rádoszítok ilyen nagy vérmes asszonyokat. Nagyon jó lenne. Egy slukra színak el, mint a nyugdíjas a szimfóniát. Én mondtam neked, hogy elmegyek veled, bazd meg. Hát nem. Hát dehogy nem. Simán. De a belem megint kiszakad mindjárt. Nagyon jó. A gyerekeknek nem cink az apjukkal lájvozni? De nagyon cink, és itt már... Srácok, ez nem így van. Ez viszonylag, hogy mondjam nektek, rugalmas, elég rugalmas a kapcsolatunk, meg nincs olyan nagy korkülönbség között. Nyilván, tehát, hogy amekkora lehet, annyi van, de... A maximum, amennyi, a minimális van köztünk. Úgyhogy miért lenne cink? Nem, meg mi akarjuk, én ezt szeretem csinálni, meg tök fasz, hogy van dolgom étfőn. Lenne dolgod amúgy. Nem, nincsen. De lenne. Nem. Lenne amúgy. Lenne. Elintéztem a céget. Ő megbuktatta a céget. Neked csináltatok egy olyan polót, hogy a KFT-n vagyok. A céged, de? Ki ez a Jockey Wing? Na jó van. Kényszerítve vannak, így igaz egyébként. Zavar még, engem nem zavar, hogy odajönnek képet kérni, nem, soha nem volt olyan. Most volt az első ilyen esemény. Mikor? Meg mi? Tegnap. De nem... Tudod mondani, vagy nem? Nem? Hát szívesen elmondom. Becsöngettek. Ja. Ide? És, aha. És pont egy családi program közepén ültünk a barátokkal. És akkor kiment. Én nem voltam ott. Hol voltam? Te nem voltál, de... Hát akkor milyen elmondható? Családi program? Elmondhatom? Szóval a lényeg az, hogy becsöngettek, és akkor mondták, hogy csak egy képet szeretnék, meg ilyenek. Ez volt az első alkalom, hogy nem én mentem, és akkor
tök normálisan el lett mondva, hogy most családi program van, meg izé, majd legközelebb. De most nem azért kérdezem, de hogy érted, hogy van, mersz az embernek becsöngetni egy idegenhez, mert hogy híres. Mi a baj? Na most ez mindegy, mindenki másképp él, mindenkinek mások a korlátai, stb. Ne ítélkezzél. Hát, mit tudom én, Miért nem szóltál nekünk, mi kimentünk volna? Na, a mi a kalifához nem csöngetné be a ház előtt állná? Nem, én csak az erdőből. Hát de az másik. Más. Soha senki. Na, tegyük fel, hogy nem tudom, hogy akit a legjobban szerettek, mindegy, hogy ki az, vagy milyen szereplő, de ha lehetőségetek lenne ott abban a pillanatban egyetlen egy lehetőség, akkor te nem csöngetnél be, nem mennél oda? Nem. Nem? Nem. Én se. Na, ez a beszél. Egyszer, ezt ki? Mindig elmondom, én találkoztam a Will Smith-szel, képzeljétek. Ez ki? Most ez nem kamu, hülye gyerek. De én is nem ezt a sztorit, azért. Ezt lebaszott neked is egyet? Vagy nem. Ja. Lehúztam a nadrágom, mondom, ja. Nézd meg, neked ennél nagyobb? Neki nagyobb testvérem. Nem, csak hogy ugye elsétált mellettem, tudod? De nem szóltam neki, még nem állítottam. Mi a kalifával nagyon találkozni élőben? Tényleg? Nem, mert vén. De azért... Nagyon nagy izé vagy te ott. Geci láda. Azt akartad mondani? Duplit mondtam az előbb. Ja. Nem ezt akartam mondani. Na, úgyhogy ennyi. Családi progja haverokkal, amúgy igen. Mit csináltok, ha szidják előttetek apátokat? Volt ilyen? Hát semmit, mert igazából... Hát, jó, de most szeretném előre bocsájtani, hogy az etnikumok megemlítése meg ilyenek, hogyha esetleg van ilyen, akkor ne. Jó. Köszi. Hát volt ilyen? Persze, meg hogy egy csomóan mondják, hogy kicsúfolod a romákat, meg ilyenek. Micsoda? Hát azért. Nem látod, hogy ő is cigány? Igen. Na hát, hogyha ilyen volt nekem például, akkor mit tudok vele csinálni? Nem az én dolgom, érted? Nem is kell, csak kérdezem, hogy volt ilyen. Nem is kell, nem is, nem Isten nem őriz. Rá kell hagyni, jól van hagyni. Mosok nem rá. Kell fogni. Amúgy, ha volt, én nem is emlékszek rá. Hát te amnéziás, hogy valamilyen nem működik az agya a gyereknek, nem emlékszik az a tegnap előttnél régebbre. Úgyhogy... De amúgy kajak. De jó. Az elmúlt egy éve mindenre emlékszek. Nézzük. Csak visszamenőleg annyira nem. Várjátok már, bazeg, az pemelések mennek, hogy nem látok semmit. Mi a kalifa? Az a favorit amúgy? Nem. Most gondolkozok. Rendes kecske szaga van neki. Nónémeket. Nónémeket. Király. Örülsz neki? Nagyon. De miket nézel? Én. Uzi porno. Igen. Igen. És? Csak kérdezem. Ádi, kösz szépen. Kösz szépen mindenkinek. Tomescu, neked is a szubot, hello. Egyszer bemutatják magukat, nem. Ezt most itt mondom, hogy nem. Jukrivil lehet. Az alapján belövi az AI, hogy hogy nézek ki, az akkor jó. Ez tök kicsi. Azek szubix. Juk reveal. Az jó. Egyszer megmutatják magad, tehát ez volt a téma. Nem hiszem. Ha igen, akkor is nem most, nem sokára. Érted? Mi a tarifa? Amúgy igen. Milyen autóim vannak? Már semmilyen. Suzuki Swift. Megy a levesbe mind. Eladók. Eladósodtunk. Így van, nem igaz amúgy. Na. Ők döntik el, hogy meg akarják mutatni magukat. Nem tudom, hogy mennyire érinti meg őket ez a streaming. Most fiatalok élvezik, majd kitalálják maguknak. Én nem tervezem megmutatni az arcomat soha. Jó van, de ezt ilyen nem tudhatod. Ilyen mazba fogok ülni, mint te régen. Ilyen köcsök zombi mazban. Jó is volt. Jó is volt, akkor mit magyarázom? Azt tudod, milyen maszk volt? Az az én maszkom volt, amit Halloween-ra vettem föl. Emlékszem nem. rá. Ez nem a tiéd volt. Ja, te adtad nekem? Igen. Jó, még volt, anyadikos volt, másodikos. 5000 árnyék boxing. Van, hogy összebunyóznak. Már nincsen. Már nincsen, mert... Nincsen. Gordon van köztünk. Már nem belegszenek, csak szapulják egymást a sárga földig, de semmi baj. Ádi, kösz a szubot. Hogy jöttek ezek a játékos nevek? Unatkoztunk, köszi. Hát nekem ez nagyon
nem olyan nekem nagy van dolog. Egy barátom, akinek az a neve, hogy Sobe. Én vele nagyon sokat játszottam, Úristen. És ebből nekem kijött az, hogy Sobe is. Az a gyerek bolond, az nagyon olyanokat csinál. Igen, neked? Hát nekem a dupló... Neked nem dupli kéne, hanem pukli. Na az mi? Minek pukli? Már mi van? Hát meg... semmi. Na mondjad. Nem mondom. Igen, honnan jött a dupli? Hát volt egy köcsök gyerek a PS-en, ez egy PS-es név amúgy. Milyen? Ez egy köcsök volt? Váza volt? És az volt a neve, hogy Legó király. És az életem a dupló. Bementem. De előtte mi volt a neved? Maradt, mert pénzbe került átírni a neved. De előtte mi volt a neved? Ami random sorsú király. Gép valami. Kristóf, köszi 200-ot. Na. Valami hobbig a gémelésen kívül. Levegővétel, meg este alvás, reggel fölkelés. Este? Néha már az sem megy. 4-től 6-ig alszunk 2 órát, aztán jövünk podcastet csinálni. A fiadnak hány centi? Faszom? Vagy a füle? Melyik fiadnak? Az Óriuka? Köbméterben? Szégyeljétek magatokat. Négyzetméterben faszosztva. Attila, takarodj innen és szobd le magad. Na mit írt? Nem rátok írt, ne aggódja. Hogy tetszel neki? Igen. Jó. Anti dolgozik. Valahol igen, amúgy már igen. Lehel, köszépen. Köszépen. Ez élő teljesen. Köszönöm szépen. Hol látjátok magatokat 5 év múlva? Azt hiszem, holnap reggel mi lesz. Van egyébként valami jövőkép? Akkor, ahogy sejtettem. Nem nagyon. Ez mindig ilyen nehéz, szerintem itt 15 és 20 év között. Kötelező családi program, nincsen. Azok vannak, nincs. Vannak bőven. Ha kötelező lenne, akkor részt venné rajta. Hát de is rész is veszek. Aha. Nagyjából. Mondjuk pont most volt egy. Na? Láttam a szenvedést az arcotokon. Nem, én nem szenvedtem annyira. Nem. Jó, mindegy. Mi volt? Hát bújócskáztunk a csibével. Hát de ez olyan nagy dolog. Nem nagy dolog? Hát nem. Az arcod a kínszenvedés. Azért, mert... Nem, ezt gyöngyözni kezdesz. Azért oda tud be. Ez bemegy a szobába, és nem tud normálisan bújócskázni, megszólal, hogy csibe, az meg válaszol, hogy igen. De geci, tényleg? Igen. Bebételted? Szégyed magad. Martin, kösz szépen a szobot. Azok hihetetlen, hogy ennyit készültem erre a podcastre, csak témával nem, de új lámpák, objektív minden, és hogy mindig villog ez a geci. Á, újak a lámpák? Igen. Aztán. Jó. Ricsi, kösz szépen. Van magyar előadótok, aki kedvencetek amúgy? Előadó mit jelent? Színész, zenei? Na most, ha valaki megkérdezem, hogy a fiúk büszkék rád, vagy inkább ciki, én valahogy szándékosan kicsit égetem őket. Én büszke vagyok. Hát rá. Ez nem csak van. Ez elég gyakran megtörténik azért. Hát én ezzel mulatom. Én szeretem. De vicces amúgy. Kilikelnek róla egy képet egyszer faszba faterról, én akkor is. Akkor ez lesz a háttérképed? Az lesz? Azért annyira nincs hozzá akkor faszom. Én összemérni magát fel a célra. Ha lenne egy olyan videó, ahol fogdosom a ravaszt is, mondanám, hogy mutassak valamit. Miért most mi lenne akkor? És sose? Mertem egyébként beírni. De látod azt a videót? De figyelj, engedjük ezt, ne vegyük ennyire komolyan érintőre, csak így. És például egyébként mindig gondolkodtam, hogy mi van, hogyha beírom azt, hogy Zsoze atya... Csúnya dolgok. Érted, az 3x vagy valami? De sose mertem beírni. Egyszer mondtam, hogy van egy videó. Én most itt élőben szeretnék beszélni erről. Na? Tényleg van. Magad? Az meg. Emlékeztek, volt az étkezőben egy szék. Melyik étkezőben? Hát ami most azelőtt. Tehát, hogy nem ez, ami most van, hanem 2 éve volt az étkezőben egy szék. És mindig kérdeztétek, hogy miért van olyan büdös az étkezőben. Ja. Egyszer egy meggondolatlan estén belegugoltam a szék lábába. Nem, amúgy nincsen, nyilván nincs. Reménykedtem benne. Abba a székben érdekes. Azért villog a lámpa amúgy, mert valaki tekerje a biciklit, hogy legyen villany addig, amíg megy a podcast. Úgyhogy Antival attól megmarad a szoros barátság. Pont ezt elém került egy videó, és ez egy olyan érdekes téma. Csávó beszélt a barátságról. Az mi? És azt mondta,
hogy X idő után, nem tudom, tehát, hogy van olyan, most a nézőket is kérdezem, vagy nektek, aki már nagyon régóta barátotok, de konkrétumok nélkül csak az időt mondjátok, mondjuk. Van? Nekem nagyon sok olyan van, akit nagyon szeretek, és nagyon szeretem. Jó, de hány éves vagy? Hát még a McDonald's se járt le az asztal, amikor te születtél. De most komolyan, érted? Tehát, hogy van ilyen, hogy... Igen. Van. Most nekem ott van Anti, Kodi. Anti 10 éve, Kodi 14. És azt mondta egy csábú, hogy egy idő után... Megunod őket. Nem, hanem az élet így szétsodor mindenkit, és így megy a maga után, és akkor már fontossági sorrend észrevétlenül változik, és így elfáradnak a barátságok. Ilyen az élet. Ezt tudta intézni a papi. Igen. Kinek mit intézett a kormány? 10 éve, 14 éve. Én azt gondolom egyébként a barátságról, ez ugyanúgy van, mint Tomika, kösz szépen. Köszönöm. De azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy fiú-lány barátság, hogy az egyik... Nem, micsoda? Nem, de hogy... Nem, nem fejezd már be. Ilyen, nem basztam meg az Antit. Na, ja. Szóval a lényeg az, hogy valaki egy kicsit szerintem mindig többet rak egy barátságba. Az egyik oldal. Most mindegy, hogy fiú-lány, érted, hanem ez egy alapvetően jellemző. Szóval... Jó esetben. Szóval valaki mindig többet rak egy igen. kapcsolatba. És most innen kanyarodunk rá egy nagyon komoly témára, hogy a ti kapcsolatotokba kirak bele többet. A miénkbe? Úgy utaljuk egymást, mint a szart. Ja, hagyjad már. Valami baj van, imádom, ez a kedvencem, ez a látszat gyűlölet. Látszat. Igen. De amikor a Szobix nem ért haza időbe, akkor te meg itt remegtél a kapuba, hogy hol van. Szóval nekem hiába van. Magyarázol. Nem azt mondom, hogy utálom. Én rakok bele többet. Te rakod bele többet? Igen, szorgalmasabb vagyok. Hát te ki a fasz érdekel? Levelet nem tudsz arra rakni, a 3 napig nézed inkább. Így van, inkább nézem. Tudod mit? Föl is viszek egy kiló kenyeret, hogy ott maradjon a szobában egy évig. Na, bazd meg. Köszönjük. Szóval egy csávó, egy idősebb csávó beszélt a barátságról, és ez egy érdekes dolog. Megkérdeztem volna, hogy és neked hogy állnak a barátságok? Figyelj! Barátnőmmel 15 éve vagyunk barátnők, vannak jobb időszak, vannak rosszabb, 1250 kilométerünk egymástól, de most legjobb. Akkor ez most barátság vagy? Barátság, gondolom. És ez fiú-lány? Figyelj, minden komoly barátom lepattant idővel, marad a család, meg az asszony, és nem bánom. Nézem közbe. Amúgy igaz, nem kell sok barát, meg kieszik az életedet. Nézem közben a csetet, srácok. De hogy utálják egymást, ez tipikus. Ebben a korban én is ezt mondtam a bátyámmal, amikor izében, hogy de utáljuk egymást. Durrogtak az állasok. Mi nagyon kemény emberekettünk, arra emlékszem. Azt ami tudom. Nem jó egyébként, tehát nyilván ez nem egy jó követendő példa, de... Én arra a baseball ütősre emlékszem. Nem emlékszem, nem voltam ott, de... Jó, fejezd be a spoilerezést, most már pletyka fészek. Úgyhogy ez van, nem tudom egyébként. Szentkirályi Pali volt. Ja, az volt, aha. Levente, Balog Levente, azt hiszem. Ő beszélt a barátságról. 8 éve vagyunk. Szentkirály boss. Képen alada az enyém. Már nem eladtam. Jótékony célra elárvereztük. Bezzeg, ha most itt lenne. Most nem lenne jótékony. Laci, kösz a 200-at. Kivel beszélget az atya? Igen. 10. Unes Mario. Kuno már... Na. Széljed magad. Ez egy létező ember, baszd. Sziasztok, csá mindenkinek. Jó, beszéljünk az órákról. Miért lesajnálóan mondtad mi, hogy hiszen nem 50 milliós az óra megjelenik? Láttam egyébként, nem tudom, láttad, hogy beszéltem róla, hogy nem kell karatézni nagyon. Meg ne vegyék annyira komolyan. Ti láttátok azt a videót? Miről? Hát ahol az órán volt elemezve, azt sok ember megsértődött, mert nincs 50 milliós órám. Nem, hogy kicsit én. De azt láttam, hogy mennyi, nem tudom, hogy 300-at mondott a csávó. Nem, ez a lényeg, csak hogy nagyon, mindenki nagyon, nagyon megsértődött. Úgyhogy 5000. Így se tudsz felkelni, mindegy, milyen órád van. Kit érdekel, csak dísznek van, nem is jár rá. Úgyhogy... Ja.
Mi volt? Ja, hogy mondtam, hogy nem kell megsértődni, mert soha nem vennék drága órát. Olyan ilyen nagyon-nagyon drágát. Nem hiszem, nem tudom elképzelni ezt az élethelyzetet. De meg tudom érteni, meg minden, csak én biztos nem vennék. Az a nagy helyzet. De ha lenne 50 milliós órám, akkor már nem lenne. Azonnal. Mondanám, hogy szia. Zoli, kösz szépen a 2GBP-t. Hello! A gyerekek mit szólnak? A... Eltűnt a fény. Ó, bazd meg. Eltűnt a chat. Kezdő streamer? Amúgy igen. Milyen fény? Mi van? Á, jó. Mit szólnak a szerencsejátékos streamekhez a gyerekek? Hát a múltkor fölmentem, azt elpörgették mindenüket. Be volt fordulva a szemük? Nyilván nem. Srácok, a szerencsejáték az... azt miért nem lehet felfogni, hogy ez egy szórakozási forma? Ami veszélyes olyan szinten, hogy, tehát, hogy ha valaki azt gondolja egy kaszinóról, és most jó, hogy ez szembe jött, hogy ő a Mikulás és a Robert bácsi, és hogy te felteszel 10-20 százezer, 1 millió forintot, akkor neked majd odaad 10-et, vagy 10 000-et, vagy 10 milliárdot. Egyszerűen nem tudom felfogni itt a gondolkodást. A kaszinó az abból él, bazd meg, hogy te elbukod a pénzedet. Mint ahogy a mozi is abból él, hogy beülsz megnézni egy filmet, és megnézed a filmet, és nem kapod vissza a pénzedet, és nem viheted haza a szereplőket, meg a faszom tudja. Tehát, hogy a kaszinó az abból él, abból csinál milliárdos, elképzelhetetlen mennyiségű bevételt, hogy te játszol, és elbukod a pénzedet. Aztán van 10 000-ből, vagy 100 000-ből egy ember, aki üt egy maxwint, azt nyer mondjuk egy 10 000-es szorzót a pénzén. Tehát, hogy nem tudom elhinni azt, hogy miért nem lehet ezt felfogni. Úgyhogy én a streameken mindig rendszeresen kommunikálom ezt, hogy van egy szabályrendszer, amit követve tudsz egészségesen szórakozni egy kaszinóban. Érted? Tehát, hogy úgy töltöd fel a pénzedet, amennyi nem hiányzik, nem mész tovább, elfogadod, és hátradősz, bazd meg, mit tudom én, mit vízipipázol, el vagy, vagy csinál, mint nem, most mondtam valamit, érted? Megiszol egy sört, azt, vagy bármit, azt játszol egy órát, apró pénzen, jól szórakozták, köszönöm, elég, és nincs tovább. Nem tudom elfogadni azt, hogy valaki felnőtt ember módjára azt gondolja, hogy ő most 1-10-20-100 millió forintot bedobál a gecis gépbe, és hogy azt majd visszaadja, vagy majd nyer rajta. Nem, ez nem így működik. Tehát nem tudom ezt, nagyon sokan támadnak emiatt, illetve beszélnek erről, hogy szerencsejáték így vagy úgy. Ez egy szórakozási forma felnőtt embereknek, ami azért van, hogy jól érezd magad akkor, és felelősségteljesen tudjál játszani. Nem tudom ezt elfogadni, hogy valaki van, és erről beszél ilyen formában, hogy nem értem. De ezt ezek órákon keresztül tudnánk beszélni erről. Tehát nagyon fontos azt felfogni, hogy ez egy kibaszott cég, ami abból él, hogy te játszol. És a játék szórakozás nem megélhet, és nem tudsz belőle pénzt csinálni. A legostobább embereknek gondolom azokat, akik ezt elhiszik, tényleg nagyon hülyék, és nem tudok egyszerűen ezzel azonosulni sem, azt felfogni, hogy mi lehet a gondolat mögötte, nem értem. Úgyhogy szerintem itt mindent elmondtam, de ha van erről ezzel kapcsolatban véleményetek, akkor nyugodtan, vagy kérdéstek, akkor írjátok le. Úgyhogy ez fontos. Na, közben valamit akartam kérdezni, de hogyha van ezzel kapcsolatban észrevétel, de igen, de ilyen nincsen, hogy egy kaszinón te nyersz. Tehát úgy ülj le játszani, mert ez fontos. Volkswagen, das Auto. Igen. Uh-huh. Ez jó volt. Csináljunk mást. Menjünk monopolizni. Nem? Úgyhogy ez van. Ez nagyon fontos, és szerintem ez tök jó, hogyha ezt mindenki megérti. Hány évesek? Egyébként Szobix, ezt meséltük már egyszer,
Mennyit 2000 dolláros kés nyitottál? 1007-et vagy 6-ot. Nem is tudom, a szerencsejátékról már beszéltünk, sőt, volt, hogy látták, hogy játszom, meg ilyenek, de ez csak szórakozás, és ez nagyon fontos. Úgyhogy ennyi. Szia! Nincsen csajozógép itthon. Van itthon csajozógép? Szerencsére. Lenne, de most szünetem van. Igen? Tápénzön. Őt is kirúgták. Úgyhogy ennyi. Én egyébként a szerencsejátékot, mint szórakozást kedvelem. Tehát, hogy volt, hogy lottóztam, meg mit tudom én, kaparós sorsjegyeztünk, emlékszem. Arra sok én minden, is. Sok minden ilyen aprósága, de ez mind ésszel kell, és nem, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt kell mindenkinek kommunikálni. Hát ez más kontinensen, országokban ez egy elfogadott szórakozási forma. Itt nálunk valamiért mindenki azt gondolja, vagyis egy réteg, aki borzasztóan rosszul látja. Most nem akarom azt mondani, hogy olyan hülye, mint a segg, mert... De így van. Mert tényleg kívülről ez nagyon butának tűnik, de mindegy, ott vannak, hogy az öreg asszonyok beülnek egy vödör apróval, érted, azt ütik egész nap, beszélgetnek, és apró pénzzel játszanak, meg ilyenek. Szóval ez egy tök-tökre jól működő dolog, úgyhogy ennyi. Úgyhogy, ja, ez egy fontos téma. Ja, Istenem. Milyen nő jön be a fiúknak? Nem is lehet, hogy nem is biztos, hogy nő. Dehogy nem. Biztos, hogy nő, haver. Biztos. Viccelek. Hát a gondolom, legyen neki P-vel, és inálja a vége. Van iszé? Jó, mondjuk a tett múltkor pont beszéltél erről. De nem muszáj válaszolni, nem kell. Na, mi a kérdés? Válaszolok. Hát, hogy van-e ideál, úgy mondjam. Ja, hát persze, hogy van ideálom. Ne csináld. Igen. Olyan szörös fölül alul, még a fogaiból is zörik. De most komolyan van. Hát nem tudom, én a sötét hajú lányokat, meg általában mindenből sötét, kivéve a bőrből. Na ez most egy... Zárjátok el a mikrofonját. Hát vagy pont az ellentét, hogy szőke és kék szemek, azt nagyon szeretem a kék szemeket, meg a szőki lányokat. Hát az előbb most sötét vagy szőke, szerintem már mindegy, nem? Nem, mert azért van középút, ami nem. Például vörös az. Figyelj, én azt szokták mondani, hogy éhes kutya nem válogat. Hát ki mondta, hogy éhes vagyok? Hát jó, csak mondom, mert hát nem mondtam, hogy... Csak nem vagyok éhezve. Szobix? Na? Nincs kedvem ezt megválaszolni. Oh, zavarba gyűjtél? Nem. Dehogy nem, te kicsi. Nem is kell amúgy. Nem. Csak ez semmi köze nincs senkihez. Úristen, ki ez a határozott férfi? Wow! Sorakozni akar? Holna beöltözik valaki? Figyelj ide! Én azt mondom, a Pina szorítson, tyúkok előtt legyen víz. Az, hogy kinek milyen színű, milyen. A cipő meg legyen laza. Legyen kömöves aktimel. Igen. Tipmix tipperkő, mi a véleményed? Laci, kösz az ezrest. Én azt nem tudom, én soha nem tipmixeltem. Semmi. Nem tudom, én nem néztem sportot, focit, ilyeni, semmi, nem tudom. Mi a vélemény? Nem fingom nincs. Azt tudom, hogy vannak csoportok, ahol ilyen tippeket adnak, eddig tud semmit. Semmi más nem tudok róla. Úgyhogy... Úgyhogy ez a... Megveszem a Challengert, ne szállj! Figyelj ide! Mondom, hogy hova kell utalni. Ha neked adom el, akkor van rajta egy kettes szorzó azért. Figyelj, mehet. Simán. Szoktatunk inni közösen? Azért nem. Tehát, hogy nem. Nem volt, hogy megittunk egy-egy sört, talán meg ilyenek. Talán sört. Igen, de még azért fiatalok, tehát azért ne igyanak. A szóló volt. Én egyedül ittam ott. Azt leszólóztak. Igen. Hát igen, de hogy egyszer volt egy nagyon kellemetlen sztori. Na, melyik? Részszerepeltünk? Hát persze. Na, hát akkor minden kellemetlen sztoriban főszereplők vagytok, bazzeg. Na, ezt... mondjad akkor. Így cenzúrázott változatban átházunkba jut. És akkor majd így érkezünk. Nem. Majd legközelebb talán. Aha. Egyszer vittem haza, hogy mentem egy rendezvényre, vagy egy ilyen megbeszélésre, és kaptam ilyen ajándékba ilyen üdítőket, hogy kóstoljam meg őket. Meg ilyen narancssárga volt, emlékszem. De tehát, hogy üdítők.
Így ugyanilyen dobozban minden, tudod, üdítők. Az 7% alkohol volt benne. Tehát ha hazaviszem őket, minden, mondom, már kóstoljátok meg. Nyomjátok. Milyen. És jó, tényleg jó. Üdítők voltak, viszont az egyik az alkoholtartalmú volt. Az összes az volt. Nézem, ezt, hogy megitták a fél tálcába, tudod. Azt pont te jötték ki az ajtón. Szerintem ő vitte meg csak. Mondom, mi a fasz történik itt? Azt nézem, nézem, reggel kelek, mennek iskolába, ez úgy néz ki, mint aki nem tudom honnan jött, érted? Másnap meg minden. Baszik, nem vettem észre, de az ízén se lehetett érezni. Tehát, hogy megkóstoltam utána direkt, hogy ez egy narancsos, egy vérnarancsos volt, emlékszem, és tényleg ilyen vérnarancs íze volt, és nem lehetett érezni rajta, hogy ez ilyen tartalma van. Ez bepuszít egy fél tálca, azt sem tudtad, merre vagy, bazd meg. Úgyhogy utána vettem észre, hogy azt a kurva. Úgyhogy ja, voltak ilyen történetek. Én nem emlékszek amúgy belőle semmi, csak arra, hogy iszom. Hát remek. És hogy vannak ilyen vicces sztorik, na. Remélem nem álltam ki egy szepfaszba a teroszra. William, kösz szépen! Úgyhogy ez egy nagyon fontos, és jó, hogy erről beszéltünk, erről a kaszinós témáról. Sokszor találnak meg ezzel a felelősségvállalással ezzel kapcsolatban, és én mindig elmondom, és nagyon fontos, srácok, hogy én nem vagyok egy példakép, nem vagyok egy szuperhős, engem nem kell követni, tehát, hogy amit én csinálok, az nem is akarok példakép lenni. De ez nem kibújás vagy ilyesmi. Tehát az, hogy egy csomó reklámmal találkozunk, és olyan hiperérzékeny világ van, meg annyira mindenki azt keresi a másikba, hogy hol tudja megfogni, meg ilyenek. Én nem mondom senkinek, hogy játssz el a házát a kaszinóba, nem mondom senkinek, hogy ilyen-olyan italt igyon egyen. Értitek? Tehát, hogy azért nem, ez egy csicska dolog, hogy állandóan a felelősség hárítva van, meg fókuszban van helyezve. Például voltam egy beszélgetésen, és az energiaital kapcsán volt ilyen, hogy jött egy olyan kérdés, hogy ha fiatalok isszák az energiaitalt, akkor mi van? Nyilván az ember családban van üdítő is, meg minden pont ezért, de hát nem tudsz ott állni minden 16-18 éves mellett, aki szopja befele, vagy mondjuk drogozni kezd, vagy valami. A szülőnek részt kell venni az életébe, és tudnia kell ezeket. Tudom, hogy nehéz, nem könnyű, tényleg nem könnyű, de ez egy fontos kérdés, hogy ott kell lennie. Nem lehet, nem tudunk felelősséget vállalni, basz meg, minden szarért, érted? Tehát, hogy nem is kell. Ez a szempont, hogy nem kell felelősséget vállalni. Élvezed a kaszinót, és néha olyan, mint a tükör. Én nagyon szeretem, megmondom nektek őszintén, mert koleszos voltam, akkor is néha játszottam a Double Dice-szal. A flow az tök jó, meg a szórakozás szempontból tényleg izgalmas, meg jó. De ez egy szórakozás, még egyszer mondom. Úgyhogy igen, néha olyan, mintha tököm tele lenne. Valamikor azért fáradt vagyok, ember. Hát minden nap streamelek. Hol YouTube-on, hol Twitch-en, TikTok-on. Tehát, hogy ez azért nem tudom elrejteni, és nem is akarom, ha mondjuk tele van a faszom, érted? Akkor olyan lesz a stream, mert ez van és kész. Tehát ugye el is szoktam mondani, hogy srácok, most tele van a faszom, mert minek ugráljak ott, meg színészkedjek meg a faszom. Az én életem is zajlik, történnek benne dolgok, hol pozitív, hol negatív, mint a tietek, érted? Tehát, hogy és nem gondolom azt, hogy nekem itt meg kell játszani, hogy de jó kedvem van, vannak ilyen események, amikor nincsen, azt akkor ez van. Úgyhogy ez van. Úgyhogy ez a helyzet. Úgyhogy nem, én élvezem. Hát persze, hogy élvezem. Nyilván mert ebben nem bele sem megyek, úgyhogy. Ismered a... Nem, azt nem ismerem. Fiúknak van-e vállalkozással kapcsolatban ötletük? Van olyan, amit csinálnátok? Vállalkozás? Mit nem. Igen, amúgy mit nem. Ilyen izét kéne csinálni. Hát ez nagyon komoly. Figyelj! Igen? Emberes a Durex együttműködésével óvszer. Emberes óvszer. Ez egy hülye. És hogyha fölfújnád, a te fejed lenne. Ez nagyon komoly. És elkezdem érkezni. Django, Mango! Jó van, feküdj le.
Dávid, kösz a 10 rönt. Hello. Mi nem szoktunk, tehát hogy én Monopolyban mindenkit elverek. Ezt ki lehet jelenteni? Na és azt is miért? Mert ő mindig hatos dob. Hatos. Szóval a lényeg az, hogy szoktunk társasozni meg ilyenek, de utána egy kör után erre vág mindenki a családba. Nem, én nem szoktam. Én mondom, hogy menjen még egy. Igen. Én mondom, hogy basszátok meg akkor. A dupli az csapkod és főszalad sírva. De nem, hogy nem. Nehéz a vereség. Ez igaz? Úgyhogy... Fiúk, Magyarországon képzelik el a jövőjüket? Mik ezek a kérdések? 17 éves vagyok, more. Hát de a jövődet, hogy... Nincs jövő. Ja. Na, erre mit tudnak mondani az embik? Nincs jövő. Nem is kell. Nincsen. De... Fejezd már be. Mit? De hát, ha nincsen jövőképünk, akkor... Akkor ez a kérdés az egyik adja a másikat. De neked van? Jövőkép? Hát valami elképzelés. De nem is kell, hogy legyen bazik, hagyjátok már. Hát van idő, nem kell itt. Az a baj, hogy a társadalmi nyomás ezt várja el, hogy te már 15-17 évesen tudjad, hogy hova mész. Hát jó, lenne egy jó iránymutatás, vagy legalább valami megmozdulás. A lajhármozgáson kívül valami felmutatás. Oké, de hogy érted? Nem kell, hát bazd meg. Amúgy is oda mentek, ahova én. 40 éves korotokban is. Ez van. Nem, amúgy viccelek, nem, de hogy... Már látom is a nyaralásokat 30 év múlva. De nem, hát a lényeg, hogy fasz kell állandóan rúgni, ezt csújkolja beléd az egész társadalom, hogy te neked már tudnod kell, meg erre menjél, meg mi lesz veled. Pont amikor ilyen, tehát hogy a Csibével kapcsolatban, nem tudom, hogy milyen nevet hova mondjak, a Csibével kapcsolatban volt ilyen, és akkor mondta a védőnő, hogy ő még nem megy, meg nem áll. Érted? És akkor kérdeztem tőle, hogy amúgy miért kéne, hogy menjen, meg álljon? Hát van ideje, mint a tenger. Hova faszba kell ruhanni állandóan, nem? Hát dehogy nem. Nyugodjatok már, leget szint. Majd lesz valami jó, vagy nyugodjatok meg. Jó, nem baj, hogyha van egy nagyjáboli skit a fejedben, hogy te mondjuk streamelnél, vagy nem tudom, mondok valamit. Sok minden van a fejemben. De úgyis jön, azt adja magát, majd egyszer lesz valami, az kész. Úgyhogy nem hiszem, hogy azon stresszelni kell. Úgyhogy ennyi. Senkinek semmi köze a magánéletetekben egyébként. Nincs ezzel baj egyébként, hát most tudunk beszélgetni, meg ha van vele egykorú srác, aki pont ilyen helyzetben van. Azt le kell szarni. Úgyhogy itt van valaki, hogy 27 éves koromig nem tudtam, mi a fasz van. De ezt mondtam nektek én is. 24 éves, akkor talán 24 lehettem. Megjutatta, aki most ezt írta. Az nem baj, hogyha lejössz a szobából. Nem, jaj, mi? Az emelet? Az működik, aha. Ez, hogy az a nincs baj. Igen, itt egy újabb energiaitalos kérdés. Azt tudtátok egyébként, hogyha megisztok egy energiaitalt, akkor nem haltok meg? Nem tudom, hogy ez megvan. Remélem, hogy igen. De hogyha megisztok egy adott mennyiséget, mondjuk egy héten, akkor semmi bajotok nincsen. Hajrá, diabétesz. De egyébként azt tudtátok, hogyha mondjuk megisztok 100 liter vizet egy nap, akkor lehet, hogy nem, most nem akarok fasságot mondani, de hogy az nem egészséges. Ugyanígy van mindennel, képzeld. Komoly következményei vannak 100 liter vizet. De most gondolj, mindegy, tehát hogy mert mindenki, most ez a hiperérzékenységtől hányok, amúgy ettől rosszul vagyok. Borzasztó. De miért, mit írtam? Az alkoholból is egyébként, ha megiszol egy sört, vagy ilyesmi, akkor az semmi bajod az nincs. Az minimális szintig az még egészséges. Semmi bajod nincs, de hogyha kottára vered magad minden nap, akkor alkoholista leszel és meghalsz. Tényleg? Aha. Ez mindennel így van, bazd meg. Hát, túl sok levegőt szívsz, földobod a papucsot? Azt talán nem, azt talán nem. De hogyha sokat fogyasztasz valamiből... Hát ez... Elejtettem ezt a szart. Más, hogy te pingottam. Aha. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Érted. Most viszont el fogunk búcsúzni, még várunk egy wow, kicsit. Nagyon, menni. Nagyon köszönjük most szépen. Nem bírtam elmenni, hogy ez a stream. Prosztó vagy? Amúgy tényleg rosszul vagyok. Nem rosszul, hanem prosztó. Készíti a gyomlomat. Ne igyatok.
Na jó, ezért most tudti elmenni. Ezért úgy emellett beszarsz. Úgyhogy ez van. Nézem közben a csetet, srácok, itt a végjátékban még lehet pörgetni valami kérdést, ha van. Hello. A végére csak értem, szevasztok, csá mindenkinek, hello. Szevasztok, szevasztok. Nézem közben, hello. Jó hallgatni meló közben, hát vége lesz most. De a szóba az nem ingyen van, de legalább vissza tudja nézni mindenki azonnal. Csak jelzem. Hello, Hóember csak télen lesz, igen, de most is van talán. Kick platformon nem gondoltam rá. Nem szeretnék máshoz streamelni, jó van, ez most az csá. Lesz most több bár is az országban, nem, valószínűleg ez is elhasal a rákba. Lőd el, atyánk. Szia. Lőd el. Ne. Hello. Nyújtok így, jó? Nézem közben, mert mindig itt írjatok, ne az Instán. Mit írnak az Instán? Kekszet. Szex? William, kösz szépen a CHF-eket, köszi szépen. Élőben. Nagyon jó, hogy érintőképernyős. Nagyon kafa. Szüleidnek mi a véleményem rólad és arról, amit csinálsz? Kitagadtak. Ki vagyok tagadva? Mi is? Mi a fasz lenne a véleményük őszintén? Hello, CMT-zik valaki közületek? Nem. Nem. Hello. Fincsi. Fincsi, te vagy az? Szia. Mihály, nagyon szépen kösz. Vagy rá, Mihály. Írtam Isten, hogy nézed a csetet. Nagyon jó. Nézem a csetet. Mit vagyok? Bazzik, nézem. Ennyire még sose néztem. Most eladom a Challengert. Valaki a Challengerrel eladó, meg lehet vásárolni. Jó napot kívánok. Aki most eszi, az dupla áron kapja. Nem, nem. Nincs tetoválás, nem lesz tetoválásuk. 46 éves korukig, köszönjük. Hello. Dani, kösz szépen a 10 GBP-t, a király vagy. Kösz szépen. Mi van az, hogy elhasonló bár? Hát srácok, úgy néz ki, hogy lehúzza a rolót. Nagyjából ennyi, de ezt elmondtam. A befektetéssel kapcsolatban pedig az alábbi e-mail címen lehet tájékozódni. Mennyiért eladó? Fönn van a... Lehet, mert letörlődött. 9 valamennyiért. Szeretitek a Forma 1-et, kérdezi valaki. Én nem. Nem, igen. Nem. Hello. Mikor ez Cségó? Nem tudom, bazzeg. Hány ló összes? Nézem közben. Talán még utoljára föl, és hát nem, lehet, hogy hát most nem jövő héten nem megyek föl. Jövő hét után fölmegyek még a bárba. Szerintem. A bárba? Zavar, hogy annyira megosztó lett a GTRP? De miért megosztó lett? Nem láttam. Hol osztották meg? Kit érdekel, mi nem mondtam. Körülbelül mondjuk. Nem. Nem tudom, én élvezem. Szeretjük, vagy nem tudom, mire gondolsz, hogy mi a megosztó. Szóval még lesz egy biztos. Mi lett a bárra? Srácok, most beszéltem róla. Nem tudok. Nézze vissza valami. Mondjuk csak a szobosok tudják visszanézni majd jó pár napig. Én élveztem az RP-t. Nem tudom, mire gondoltok, hogy megosztó. De el tudom fogadni. Azoknak készül, akik szeretik, az csá. Ennyi.
Nézek az Instát. Nem tudom megnézni, most le van tiltva a szemem. Jó, srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jó, mit nézek a kurva Instán? Igen. 4500 izé van. Melyiket? Melyiket kell néznem? Engedélykérés. Elrejtett, elrejtett, elrejtett. Nagyon jó. Működik? Nem. Az baj. Nagyon jó, valaki küldött egy videót, ahol éppen egy nő felhúzza a csávát. Nagyon jó. Igen. Köszönöm szépen. Ki szokta használni egyébként? Senki, miért én? Ja, akkor mindegy. Mert szarszaga van, vagy mi? Kodit meg kéne vicceni. Fejezd be, fejezd be. Viselkedj! Na, srácok, kösz, hogy itt voltatok. Csá mindenkinek. És kösz a fiúknak, hogy... Sziasztok, szia, hello, hello. Itt voltak, és szia, Szobix. Sajtos Pájzsi. Szia, Dupli. Toás. Köszönjük a szubokat, a lájkokat, mindent. Szubok vissza tudják nézni azonnal. A szubok, a szubok, a szubok.